Kedves 12. ások, angolos csoportom, a megváltozott körülmények miatt így módon szeretnék tőletek elköszönni. Igaz, hogy ebben az évben már nem tanítottalak benneteket, hiszen volt, aki 10. után leérettségizett, mások 11. év után, azonban mégis úgy gondoltam, hogy pár szóval szeretném elköszönni a csoporttól. Többé már nem foglak titeket megállítani a szünetekben, a lépcsőn, vagy a menza előtt, megkérdezni, hogy hogy vagytok, mi van veletek, merre kanyarodik az utatok. Hiányozni fognak ezek a percek, ezek a rövid beszélgetések. Most kicsit visszakanyarodnék az elmúlt évekre, amikor megismertelek titeket, amikor még együtt voltak az angol órák. Nagyszerű csapat voltatok, és mindig nagy örömmel mentem hozzátok be az órára. Nagyon jó volt titeket tanítani. Lelkiismeretesen dolgoztatok, aktívak voltatok az órákon, és örömmel vettétek még a kreatív házi feladatokat is. Nagyon szép munkát végeztetek. A kemény munka meghozta gyümölcsét, és most szeretnék gratulálni a kiemelkedő középfokú, emelt szintű érettségikhez, középszintű, felsőfokú nyelvvizsgákhoz. A tanórák lehetőséget biztosítottak arra, hogy nem csak mint diák, hanem mint emberként is megismerhettelek benneteket, és közel kerülhettetek hozzám. Ezért örökre hálás leszek. És most szeretnék búcsúzni tőletek, és először is kívánok nektek sikeres érettségi vizsgát, aztán boldog, örömteli egyetemi éveket. Kívánom, hogy találjátok meg azt az életpályát, ahol kiteljesedhettek, ahol a tehetségeteket kamatoztathatjátok, és majd azok számára, akik szeretnének családot alapítani, kívánom, hogy találjátok meg azt, akit a ti lelketek szeret. És végezetül egy igével szeretnék búcsúzni, ami mostanában nagyon sokat jut eszembe, ez pedig egy bibliai igevers, ami arról szól, hogy kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Búcsúzom, remélem, hogy fogok veletek még találkozni, Isten áldjon benneteket, és ne tűnjetek el!